A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Dicsőséges Úrunk Jézus Krisztus, alázatosan kérünk, segíts most úgy emlékeznünk a te kereszt halálodra, hogy annak a jelentősége egészen maivá és személyessé váljék a számunkra. Szabadíts meg minket minden üres szólamtól, minden semmit mondó gondolattól, és ajándékozz meg igével. Teremtő igével, amivel rendet teremtesz a fejünkben, a szívünkben, az életünkben. Amivel a helyünkre állítasz minket. Amivel újjáteremtesz bennünket. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy haláloddal és feltámadásoddal éppen ezt tetted lehetővé. Kérünk, Urunk, hogy ne üres frázis maradjon az, hogy te miattunk, helyettünk és érettünk kellett, hogy meghallja Golgotán. Tedd ma világosabbá ezt a kellett, és azt, hogy közvetlen összefüggés van a mi nyomorult életünk, és a te érettünk bemutatott kereszt áldozatot között. És engedd, hogy annak minden haszna a miénk lehessen, és hittel azt el tudjuk fogadni. Megvalljuk bűnbánattal, hogy miközben te nagy engedelmes voltál, ha közben mi folyamatosan engedetlenek vagyunk veled szemben. Miközben te magadra vállaltad a mi bűnünket és büntetésünket is, ha közben mi állandóan mentegetőzünk és bűnbakot keresünk. Miközben te feltétel nélkül megbocsátottál nekünk mindent, ha közben mi kicsinyesen számon tartjuk egymás vétkeit. Légy irgalmas nekünk, és beszélj velünk most ezen a délutánon úgy, hogy megérthessük, hogy magunkkal vegyük, és megváltozzék az életünk. Hogy a miénk legyen az a békesség, az a bizonyosság, az a reménység, az az élet, amit te kereszt haláloddal visszaszereztél nekünk. Így tegye a te szent lelked személyessé, meggyőzővé az igét, és könyörülj meg rajtam is, hogy azt mondjam, amit te akarsz most nekünk üzenni. Amen. Isten igéjét Jézus Krisztus szenvedésének a történetéből olvasom, a János írása szerinti evangélium 18. részének első 11 verséből, amit ülve hallgassunk meg figyelemmel. A János evangélium a 18. részében így szól Isten igéje. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Mivel pedig tudta Jézus mindazt, ami rá vár, előlépett és így szólt hozzájuk. Kit kerestek? Azok így feleltek, a názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik, én vagyok, hátra tántorodtak és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek? Ők ismét ezt felelték, a názáreti Jézust. Jézus így szólt, megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott, azok közül, akiket nékem adtál, nem hagytam elveszni senkit.
Simon Péternél volt egy pad, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve Málkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez. Tedd hüvelyébe kardodat. Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem? Kedves testvéreim, a nagy heti történetnek ebben a részletében, mint csebben a tenger, benne ragyog a mi dicsőséges megváltónk, isteni nagysága. Különös, hogy ezt a részletet csak János jegyezte föl, de ő a szemtanú elevenségével. Nézzük meg először röviden a helyszínt, a körülményeket, és aztán három fontos kérdésre kapunk választ ebből az igéből. Csütörtökön este, az utolsó vacsora után Jézus és tanítványai kivonultak az olajfák hegyére, egy kertbe. A Getsemáné szó azt jelenti, hogy olajprés. Valamelyik jeruzsálemi polgárnak a kertje lehetett ez, aki már korábban megengedte, hogy Jézus tanítványaival, amikor akar, ott tartózkodjék. Júdás is ismerte ezt a helyet, mint a mester kedvenc tartózkodási helyét. Ide vezette tehát azt a csapatot, amit Jézus letartóztatására vezényeltek ki. Meglepően nagy létszámú csapat volt ez. A vallási vezetőkkel az élen jöttek a templom őrségnek a tagjai, fölfegyverezve, valamint lámpásokkal és fáklyákkal, és ezen kívül még 400 vagy 500 római katona is jött velük egy ezredesnek a vezetésével. Minek ez a sok ember? Arra gondolhattak, hogy ha Jézus követői ellenállást tanúsítanak, akkor be lehet vetni a római katonákat is. A római helytartó a nagy ünnepekre mindig megerősített alakulatokat vezényelt ki Jeruzsálembe, hogy megakadályozzanak minden esetleges zendülést vagy lázadást. Volt tehát bőven katona akkor Jeruzsálemben. S noha azon az éjszakán teli hold volt, mégis hoztak magukkal biztonságból fáklyákat és lámpásokat is, ha esetleg át kell fésülni a kertet, és úgy kell összeszedni a bokrokból Jézusnak a követőit. Mint ahogy olvastuk azonban, minden egészen másként alakult. A csapat megállt a kert bejáratánál, Jézus pedig eléjük jött. Azt olvastuk, hogy tudván Jézus, hogy mi vár rá. Nem kell keresniük, nem menekül előlük, nem bújt el. Ő kezdeményez. Ő ragadja meg a szót, és kérdezi, hogy kit kerestek? A názáreti Jézust. Én vagyok, hangzik a válasz. És itt egy rendkívül sokat mondó megállapítást olvastunk. Erre ők hátra hőköltek, és a földre estek. Lehetséges, hogy nem mindnyájan, talán az első sorokban állók, de akkor is elgondolkoztató ez a megállapítás. Aztán a döbben csend után Jézus újra kérdezi, kit kerestek? A názáreti Jézust. Mondtam már, hogy én vagyok, feleli Jézus, és ha engem kerestek, akkor ezeket, mutat a tanítványaira, engedjétek szabadon. Péter ekkor a kardjához nyúl, és csak úgy találom, hogy oda csap a csapatba, az egyik szolgának a fülét levágja, még a nevét is följegyzi János. Jézus meggyógyítja ezt a sebesültet, Pétert pedig leinti, és mond egy nagyon fontos mondatot. Mit gondolsz, hogy nem kell kiinnom egészen azt a poharat, amit az Atya készített nekem? Ennek a jelenetnek minden mozzanatán ragyog Jézus isteni nagysága, az ő teljhatalma és ugyanakkor gyöngéd szerzete. És megtudjuk innen, hogy hogyan viszonyult Jézus az Atyához, hogyan az ellenségeihez,
és hogyan tanítványaihoz. Hogyan viszonyult Jézus az atyához? Úgy, ahogy Pál apostol a híres Krisztus himnuszban írja a Filippi levélben, engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Jézus feltétel nélkül engedelmes az atyának, bármibe kerül is az. Ha az életébe kerül, akkor is. Ezért jött, hogy az atya akaratát tökéletesen megvalósítsa, mert az atya akarata az, hogy rajtunk segítsen. Mivel az ember Istentől elszakadva végzetes, reménytelen helyzetbe került, mivel magán és egymáson cseppet sem tud segíteni, ezért Isten jön segítségére. Ezért lett az ige testé, ezért jött Jézus, ezért történt meg az, amit énekeltünk, hogy meghal a jó, ki hűség volt, s alázat, hogy az éljen, ki Isten bántására lázad. Csak így lehetett rajtunk segíteni, hogy Jézus közbelépett. És amikor számunkra elképzelhetetlen, rettenetes lelki és testi szenvedéseinek a küszöbén egy pillanatra meginog, a Getsemáné kerti magányos imaharcában mégiscsak megvívja ezt a küzdelmet, és visszavonhatatlan igent mond az atya akaratára. Így lép most letartóztatói elé. Ezt jelenti ez a mondat, amit olvastunk, mivel tudta Jézus mindazt, ami reává, és erre utal ez a befejező megállapítása, vajon nem kell-e kiinnom azt a poharat, amelyet az atya adott nekem? A harag pohara közismert kifejezés a Bibliában, Istennek a bűnnel szembeni haragját, ítéletét, és ennek az ítéletnek az elszenvedését jelenti kiinni ezt a poharat. Jézus tehát túllát az éppen zajló eseményeken, túllát az embereken is, a nép vezetőin és az ott megjelent katonákon, és az atyára néz. Ez az ő közös akciójuk, az ember megmentésére. Ő pontosan tudja, mi az atya akarata, és ő ezt őktől fogva vállalta. Hiszen az Isten báránya megöletett a világ teremtése előtt, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk. Itt valami örök, isteni terv valósul meg, aminek a célja, hogy mi kapjunk megoldást az életre, és Jézus ezt egy pillanatra sem akarja meghiúsítani. Ezért nem vesz igénybe mennyei segítséget, ezért mondja azt a Máté evangéliuma szerint, vagy azt gondolod, nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet, de akkor hogyan teljesednének be az írások, hogy ennek így kell történnie. Ennek azért kell így történnie, mert mi úgy elrontottunk mindent, hogy ezen csak így lehet segíteni. Ezen csak az Isten egyszülött fia tud segíteni az ő élete árán. Mert az ember nem tudja jóvá tenni, amit elrontott és amit vétkezett, azt csak isteni hatalommal lehet újjáteremteni. Isten fiának ez a feltétel nélküli engedelmessége, helyettes szenvedésének ez az alkudozás, zúgolódás, halogatás, minden enyhítés nélküli vállalása az, ami prédikál nekünk ezen a jeleneten keresztül, és amit ő elénk is példaképpen állít. Ahogyan ő engedelmeskedett az atyának, úgy lehet és kell az övéinek neki engedelmeskedniük. És ez a tökéletes egység az atyával, ez a belső azonosulás az atya akaratával, a mintája, a példája annak, ahogyan mi mai benne hívők, ővele egyek lehetünk. Pontosan ezért imádkozott ő a főpapi imában, és nem azért, ahogy azt félre szokták érteni és magyarázni. Azt mondja ő ott, atyám, ahogy te én bennem, és én te benned, úgy legyenek egyek ők is,
mi bennünk. Erre az egységre hívő minket, és az ő golgotai kereszt halála ezt tette lehetővé. És hogyan viszonyul Jézus az ellenségeihez? Úgy, mint aki Isten. Úgy, mint aki teljhatalmú Úr. Ő megy eléjük, és nem nekik kell megkeresniük. Ő szólítja meg őket, és nem nekik kell keresniük a szavakat. És amikor bemutatkozik, én vagyok, hát ha hőkölnek és földre esnek. Miért? Mert Jézus itt egy pillanatra fölemelte a leplet az ő örök isteni lényéről. Itt olyan dicsőségesen ragyog az ő istensége, hogy ezek az emberek úgy állnak, meg még úgy abbul, mint Mózes, aki nem tudott ránézni az Isten dicsőségére. Mert testvérek, csak nekünk szürke ez a két szó, hogy én vagyok, de az akkori füleknek ez mérhetetlenül sokat jelentett. A mindenható Isten önkijelentése ez, az egész Szentíráson végig. Így kezdődik a 10 parancsolat. Így mutatkozott be Isten. Én vagyok, az Úr a te Istened. Így mutatkozott be Mózesnek, mikor azt tudakolja, hogy mit mondjak azoknak, akikhez küldesz, hogy ki küld engem, ki van mögöttem, kire hivatkozhatom. Én vagyok, aki vagyok. És ezt a formulát használta Isten mindig, amikor arról szólt az ő népének, hogy ő egyedül Isten ezen a földkerekségen. És amikor azt ígérte az ő népének, hogy ő jelen lesz, velük lesz, számíthatnak rá. Az én vagyok a mindenható Isten dicsőséges önkijelentése. És ez visszhangzik Jézusnak azokban a mondásaiban, amikor hol itt, hol ott, hol amott azt mondta, én vagyok az életnek kenyere. Én vagyok az ajtó. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a világ világossága. Jézus legteljesebb önkijelentése ez a két szó. Én vagyok. És itt ebben a helyzetben arra utal ez, hogy jöhet ellene egy egész katonai csapat, megkötözhetik, leköbdöshetik, véresre verhetik, keresztre szögezhetik, megölhetik, ő akkor is az, aki. Isten öröktől fogva mindörökké. Hadd kérdezzem meg, hogy hiszitek-e ezt? Nagyon sokan magukat keresztjének vallók ezt nem hiszik. Márpedig ez üdvösségkérdés. Jézus Isten öröktől fogva mindörökké. És Úr, aki ura itt ennek a helyzetnek is. Minden úgy történik, ahogy ő akarja. Eléje megy a sorsának, alkalmat ad Júdásnak, hogy megtalálja őt az ismert helyen. Engedi, hogy megkötözzék és letartóztassák. De ő irányítja az eseményeket. Ő marad minden történés végső alanya. És soha nem válhat tárgyá a nagyképű ember kezében. És amikor azt hiszik, hogy diadalmaskodnak rajta ellenségei, akkor derül ki, hogy ő vívja meg a világ történelem legnagyobb horderejű csatáját, és aratja annak a legdicsőségesebb győzelmét. Ilyen a mi megváltunk, és nekünk így kell benne bíznunk, így szabad hozzá imádkoznunk, és nem szabad őt gyaláznunk azzal, hogy ennél kisebbnek képzeljük el, vagy azt gondoljuk, hogy van bármi, ami ő neki lehetetlen. És milyen ez a Jézus? Hogyan viszonyul ellenségeihez? Úgyhogy amikor Péter elkezdett handabandázni, és ezzel megsebesít súlyosan valakit, akkor ez a megváltó az, aki meggyógyítja az ellenségét. Azt a szolgát ellene vezényelték ki. Az volt a dolga, hogy részt vegyen Jézus letartóztatásában. És mikor bajba kerül, Jézus segít rajta. Olyan szépen írja ezt a Pál apostol a Római Levél 5. részében, hadd olvassak több verset is innen. Amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben meghalt Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig ha halna meg valaki,
bár a jó élt talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fiának halála által, akkor miután megbékéltünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Hogy viszonyul az ellenségeihez? Nyugodtan kérdezhetjük ezt így, hogy viszonyul hozzánk? Hiszen mindnyájan úgy születünk, mint az ő ellenségei. És éppen az ő ellenségeiből akar Isten gyermekeivé tenni. Az ő halála által, ahogy itt olvastuk. És hogyan viszonyul Jézus tanítványaihoz? Olyan kimeríthetetlenül sokat mond ez az egyszerű megállapítás is. Azért, ha engem kerestek, ezeket engedjétek elmenni. A zendülővel együtt a követőit is letartóztatták mindig. Jézus azonban tudja, hogy a tanítványok hite itt még nem olyan erős, hogy elbírná az érte vállalt szenvedést. Majd eljön annak az ideje is. Ezek közül, az emberek közül, akik itt szerte futottak, többen a vértanúságig hűségesek lesznek megváltójukhoz. De ehhez még erősödniük kell. Most még védi őket. És a szó szoros értelmében odaáll a letartóztatásukra kivezényelt ellenség és az általa védett tanítványok közé és a testével védi őket. Ha engem kerestek, ezeket engedjétek elmenni. Most mindjárt. Tisztázzuk idejében a dolgokat. És engedik elmenni a tanítványokat. Ilyen a mi megváltónk. Ilyen a pásztor, aki életét adja a juhokért. És nagy pénteken, testvérek, ugyanezt történt kozmikus méretekben, emberiség méretben, hogy ez a Jézus odaállt a mindenható Isten és mi közénk, és a szószoros értelmében a testével védett minket. A zsidókhoz írt levél különösen is fontosnak tartja ezt a gondolatot, és több helyen fölbukkan benne az, ami a 10. rész 10. versében például így hangzik, az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer és mindenkorra. Jézus halálának egyszer és mindenkorra való érvényessége van. Nem lehet és nem kell megismételni az ő áldozatát. Ez volt az Isten akarata, hogy az ő testének feláldozásával egyszer és mindenkorra tökéletesen megmentsen minket. Pontosan úgy, ahogy arról Péter apostol ír a levelében, amikor arról szól, hogy milyen árat kellett fizetnie Jézusnak értünk, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ezt az árat fizette ő meg nagypénteken. És mivel ő ezt megfizette, mi nem vagyunk adósok. Mivel ő kiszabadított, a bűnnek, az istentelenségnek, a halálnak a börtönéből lehetünk szabadok, csak ki kell lépni ebből a tömlözből. Nagy pénteken ennek az ajtaját nyitotta ki. Őt oda lehetett szögezni a keresztre, és mindent lehetett vele csinálni aznap, de amikor elhangzott ez a szó, hogy elvégeztetett, és lehajtván fejét kibocsátá lelkét, tehát valóságosan meghalt, abban a pillanatban ketté repett a jeruzsálemi templomban a kárpit, elsötétült a nap, megrendült a föld, lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, vagyis minden szellemi hatalmat, legyőzte az ördögöt, és kinyitotta előttünk a mennyet,
ahova a golgotai kegyelmet nyert latollal együtt, minnyájan beléphetünk, akik ezt hisszük, akik ő benne hiszünk. Pedig mi mindent tettünk mi ellene. Ő azonban eleget tett, hogy mi tökéletes bocsánatot kapjunk. Mi erre a válasz? Erre a válasz csak az lehet, amit megint Pál apostolt idézem, a második korintusi levél 5. részében így ír, azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki éltük, meghalt és feltámadt. Azért halt meg, hogy ne úgy éljünk tovább, mint ahogy addig éltünk, amíg ezt nem hittük. Ez a változás a célja az ő halálának. Amilyen engedelmes ő az atyának volt, olyan engedelmességgel kész elsegíteni minket szintén. Ahogyan ő viszonyult ellenségeihez, megtanít minket is úgy viszonyulni azokhoz. És ahogyan ő szerette az övéit, mindvégig szerette őket, mindennek ellenére szerette őket, gyöngeségeikkel együtt szerette őket, ugyanezt a szeretetet kínálja mindannyiunknak. Ez nem magától lesz a miénk, ezt hittel fogadhatja el az ember. Isten segítsen bennünket, hogy ne legyen hiába való az ő halála, hanem igaz legyen az, amit valaki egyszer így mondott, az a Krisztus, aki meghalt, érted, élni akar benned. Ez a célja az ő kereszt halálának. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy előttünk is fölemelted most a fátylat a te örökkévaló, mindenható istenségedől. Bocsásd meg, ha nem így hiszünk benned, ahogyan te kijelented magadat nekünk. Köszönjük, hogy nem csupán megható emlék vagy gondolat számunkra a te kereszt halálod ténye, hanem a mi üdvösségünk, új életünk ára. Engedd ezt is sokkal komolyabban és egészen konkrétan értenünk és hinnünk. Köszönjük, hogy előttünk nyitottad meg a mennyet. Köszönjük, hogy nekünk lehet békességünk, mert a mi békességünk büntetését te szenvedted el. Köszönjük, hogy mi kapunk minden bűnünkre tökéletes bocsánatot az igazságos Istentől, mert ezeknek az ítéletét te szenvedted el. Ajándékozz meg minket ezzel a hittel. Kérünk, hogy vegyél el belőlünk minden ezzel kapcsolatos bizonytalankodást, fenntartást, minden rejtett lelki gőgöt, amivel még mindig magunkban bíznánk, és segíts el minket oda, hogy egyedül tőled várunk mindent, és hogy tőled teljes bizalommal, hittel mindazt elfogadjuk, amit kínálsz. Hadd legyünk így a te igazi tanítványaid, a mi atyánknak gazdag gyermekei, akik így tudunk szolgálni ezen a világon. Köszönjük, hogy te ismered minden gondunkat, terhünket, nyomorúságunkat, félelmeinket és bűneinket. Adjál választ a kérdéseinkre, szabadulást a terhektől, erőt a gondokhoz, és örömöt abban az új életben, amelyikben már nem magunknak, hanem neked akarunk élni. Segíts ezért most ebben a csöndben is imádkozni. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól,
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen.